Gondoljátok, hogy ki lehet hagyni ezt az alkalmat? Azt értettétek el, hogy a tételmondat elismerésére miért nincs szükség? Benne van az összegzésben, a befejezésben, ugye ez azt jelenti, hogy innentől kezdve, ha még egyszer odaírnád, az már túlzott lenne, az már nem kellene ismétlésnek. Jó, felmutattuk az ember eszmét a napkirály személyében. Nézzük meg, hogy mi a helyzet azokkal, akik viszont végletekbe esnek. Kik esnek ebben a darabban végletekbe? Kiknek van végletes tulajdonsága, főleg negatívak? Szedjük össze. Tártuf, én ott mondtok, hogy ő milyen? Ászent. Ászent és csaló. És ki van még? Orgon milyen? Nagy szégyen. Pontosan. Oké? Tehát, fel tudom mutatni az ember eszmét, tehát példát ad az ember eszméből. Ez ugye maga a napkirály. De példát ad arról is, hogy mi az, amit ne tegyél, amilyen ne legyél. Jó? És ezek ugye a végletekbe eső emberek.